A Kárpátház civil szervezet több mint két éve indította el a Beregvidéken a Segítő Kezek elnevezésű programját, melynek keretében 20 településen 90 idős egyedülálló vagy rászorult nyugdíjasnak segítenek egészségügyi és szociális munkások bevonásával. A napokban a húsvéthoz igazodva ismét csomagokat szállítottak a gondozottaknak. A munkatársaink hetente legalább egyszer meglátogatják nyugdíjasainkat. A látogatások alkalmával, amivel tudnak, segítenek. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor nagy ünnepeink előtt a segítőkezekre még nagyobb szükség van. Még nagyobbnak tűnik a magány, az egyedüllét érzése. Éppen ezért ilyenkor legalább megpróbálunk nem üres kézzel érkezni hozzájuk. Ezúttal is így van ez, hiszen gazdagon telepakolt élelmiszercsomagokkal érkeztünk, annyi különbséggel, hogy most a Beregdédai Református Egyházközség asszonykörének köszönhetően friss köttes kalácsokat is hoztunk a látogatottjainknak, amiért külön szeretnék köszönetet mondani a szorgalmas kezeknek. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon hasznos és nagyon fontos, áldásos kezdeményezés. Mint hallhattuk, a programhoz a Beregdédai Református Egyházközség is csatlakozott, és a helyi szorgosasszonyoknak köszönhetően minden gondozott idős számára sütöttek egy-egy doboznyi kalácsot is. Én is, mivel idős vagyok, a másik testvér is idős, és otthon vállaltuk, hogy hárman megsütöttük, de ez nem azt jelenti, hogy a miénk a dicsőség, hanem ez a közrement, és nem magunknak akarjuk ezt tulajdonítani, hanem ez a hívő közösségnek a hozzáállása. Nekünk ez a hagyomány, gyermekkorunktól ez minden ünnepen ez volt a legfontosabb, és hát hiszem, hogy fogják is szeretni, mi valóban szívünket beletettük, meg úgy is néz ki, hogy finom lesz, és adja az Isten, hogy mindenkinek egészségére váljon, és ne felejtsék el ezt az örömet, meg azt, hogy ők is még a maguk módján tudjanak másoknak valamit még segíteni, mert nekünk ez nagyon fontos, hogy jobb adni, mint kapni. Nem azt jelenti, hogy nem szeretünk kapni, de jobb adni, mert akkor valóban aki másat felüdít, maga is felüdül. Nagy Angelika a nagybégányi kistérségben élőknek segít beszerezni az orvosságukat, élelmiszert, de a legnagyobb segítség, amit adhat, az az odafigyelés. Mindenkinek igyekszem segíteni, a legnagyobb dolog az, hogy ebbe az új rendszerbe elektronikusan kapják a receptre való beutalót, és mint ahogy láthattátok, őnek is a mozgás képessége korlátozott abban, hogy ő felüljön a buszra és kihozza a gyógyszert, mert nem mindegyik faluban a patikában ki lehet venni, és ebben segítek nekik, mert mindenkinek van valamilyen krónikus betegsége, ami miatt mindenki családorvoshoz tartozik, és minden hónapban úgy beszéltük meg, hogy az én telefonomra jön a receptjükre, az elektronikus beutal, és így nem kell nekem külön elvenni tőlük, hanem én már rögtön megyek a patikába, és elhozom a gyógyszerünket. Emellett minden héten vérnyomást mérünk, vércukorszintet ellenőrzünk, ha számlát kell befizetni, akkor számlát fizetünk, ha a boltba kell menni bevásárolni, útba esik, és megteszem a bevásárlást. A Kárpátház munkáját a történelmi egyházak is támogatják. Jelenleg a program bővítésén dolgoznak. A fogadtatás az rendkívüli, hiszen szavakkal szerintem ki se lehet fejezni azt, hogy fogadnak minket a szociálisan rászorult emberek. Éppen ezért látni kell őket, látni kell a tekinteteket, látni kell a hálás tekinteteket és gyakran párás tekinteteket is. Én ezekkel az érzésekkel felruházva, ezeket az érzéseket fogom közvetíteni a mi segítő kezeinknek, történelmi egyházainknak, anyaországunknak, Péter Csaba megyei képviselőnknek, munkatársainknak fogom ezt a köszönetet továbbítani, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy az ők nevükben pedig áldott feltámadást kívánjak gondozottjainknak, ugyanakkor minden kárpátaljai honfitársunknak, attól függetlenül, hogy itthon, Kárpátalján ünnepelnek, vagy a határainkon túl. A program beindulását főként a háború miatti elvándorlás motiválta, viszont Tóth Győző elmondása szerint a segítőkezekkel hosszabb távra terveznek, és akkor is folytatni fogják, ha már béke lesz az országban.